Apangele tekkem çeyinle sütçüyüp İlava valla mıylava Çoğun apandı gıynava Gıynava da gıynava İlava da gıynava Alde yalde yak balam Ak beşi gecat balam Kulan koydu soy oyun Kuyruğuna toy yolu Ak beşi gebelöyün. A bölcső az emberiség egyik legősibb bútordarabja. Bölcső mindig volt, és amíg gyermek születik, mindig is lesz. Legfeljebb az alakja és a használata változik az idők során. Közép-Ázsiában évszázadok alatt alakult ki a mai formája. A mai bölcsők könnyűek és erősek, faszerkezetük ötletes. Kirgíziában járunk, az Iszik-költó déli partján. Itt található a Bökönbajeva nevű kisváros. Kutatásunk és egyben kirándulásunk egy fafaragó mesterműhelyében kezdődik, aki hangszerek mellett a kirgizek hagyományos bölcsőjét, a besiket készíti. Ezután ellátogatunk a közép-ázsiai pásztornépek múzeumába, ahol részesei lehetünk annak az ünnepi szertartásnak, amikor a gyermeket először helyezik a bölcsőbe. Filmünk végén a Kocskor mellett lévő Karaszó faluba látogatunk. Itt Ajna Gül Szargarova mesterasszonnyal és családjával ismerkedünk meg. Bökönbajeva városában járunk, Dzselkőbáj műhelyében. A fafaragó mester a kirgizek talán legjellegzetesebb hangszerét, a kobuszt készíti legszívesebben. De bölcsőt is lehet nála rendelni, ennek elkészítése körülbelül egy hetet vesz igénybe. Azt mondja, nem túl gyakran rendelnek tőle bölcsőt, mert ezek nagyon tartós, szinte elnyűhetetlen tárgyak. Ráadásul a családon belül is tovább öröklődnek. Az ára régen és ma is egy jó, vagy az állat aktuális árának megfelelő összeg. A mester részletesen elmesélte nekünk a bölcső készítés műhely titkait. A legjobb, ha boróka fenyő ágával dolgozhatok. Ha éppen nem jutok hozzá, akkor a közeli patakparton gyűjtök vastagabb fűzfa ágakat. A fűzfélék közül is a legjobb a kecskefűz, ahogy mi hívjuk, ecsiktál. A bölcsőnek a két U alakú hajlított részét kávának nevezzük. Az ehhez való faanyagot először megfőzöm, hogy hajlítható legyen. Főzés közben a fát a rajta lévő kéreg szép vörös színűre festi. A főzés után még egy nap áztatás következik. A káva középső részét elvékonyítom, majd egy fából készült alapra rágörbítem, és hagyom megszáradni rajta. Akkor szép a káva, ha egyenletesen, törés nélkül görbül. A mester legfontosabb szerszámait a helyi kovács készíti. Ezek közül az egyik leggyakrabban használt a kézvonókés. Anyaga acél, mindkét oldalán ellapított és élezett. Dzselkőbáj műhelyében talán a leggyakrabban forgatott eszköz a szalukapa, csotgerki, amelynek nyelét saját kezűleg faragta ki. A szerszámok között természetesen a hagyományos fűrész is megtalálható. A bölcső 13 darabból, többek között a két kávából, a hordozórútból, a talpakból, amin a bölcső billeg, illetve az összekötő pálcákból áll. A pálcákból 4 rövidebb és 4 hosszabbra van szükség. A bölcső általában 2 arasz széles, 3,5 arasz hosszú,
A magassága 2,5 arasz. A közép-ázsiai bölcsők fontos jellemzője a hordozhatóság. Ez régen is így volt, és a mai napig fontos szempont maradt. Az állatokat legeltető pásztorcsaládok tavasztól őszig a hegyekben, télen pedig a mélyebben fekvő völgyekben laknak. A szállások közötti vándorlásnak a természet szab rendet, és ehhez a családoknak is alkalmazkodniuk kell. Költözés idején útközben a bölcsőt a nagymama viszi. A karaván elején egy lovon vagy egy tevén ülve. Kirgíziában gyakran hallottuk, hogy amíg az emberek 30-40 fős nagy családokban éltek, addig mindig szükség volt egy olyan férfire, aki a családon belül szükséges famunkákat elvégezte. Gyakori feladat volt a sátor favázának, illetve a fanyeregnek és a bölcsőnek az elkészítése. Ezekhez a munkákhoz főként fát és nyers bőrt használtak. Mesterünk miután végzett az összekötő pálcák faragásával, megmutatja a bölcső összeállítását. Közben mesél nekünk műhelye fejlődéséről. Korábban egy fészer alatt dolgoztam a szabadban, 20 évvel ezelőtt új műhelyt építettem, és áttértem a gyalupadra, amit az asztalosok használnak. Ez nagyon nagy segítség a bölcső összeszereléséhez. Az U alakú kávát az a merevítő tartja össze, amit az előbb faragtam ki. A káva aljára kerül majd a meghajlított talprész. Amikor a bölcső eleje és hátulja elkészül, akkor faragom bele a hosszanti merevítő pálcákat. Végül a tetejébe beleillesztem a hordozó rudat. Ezt, amióta csak visszaemlékszem, mindig nyersbőr szíjjal rögzítettük. A bölcső alja feneketlennek tűnik, de ezt majd a család köti be, újabban erős kötelekkel vagy szőtt szalagokkal. Régen ehhez is nyersbőr csíkokat használtak. Kocskor városában járunk. A bölcsőbe kerülő kelmék és egyéb tárgyak elhelyezését, használatát Róza Mambetova asszony mutatja meg nekünk. Ide most egy üvegedényt helyezek. Fontos, hogy szorosan rögzítsük, így a hímbáláskor nem folyik ki a vizelet. Azért használunk üveget, mert ez könnyen tisztítható. Hallottam, hogy valaha nyers bőrből, illetve később cserépből készült ez az edény. A hálószerű fenékre egy nemezlap, majd arra egy vászonterítő kerül. Erre jön egy vastagabb derékaj és 4 kisebb párna. Szükségünk van még egy kendőre és 2 díszesen szőtt szalagra, amivel leszorítjuk a gyermeket, valamint természetesen a fejpárnára. A csecsemőt szoptatáskor nem vesszük ki a bölcsőből, csak odahajolunk hozzá. Csodálkozva látjuk, hogy a bölcsőnk még korán sem készült el. Róza asszony a lyuk köré további kendőket, egy nagyobbat és 4 apróbbat helyez. Ide illeszti majd be a vizelet elvezető csövecskét, melynek neve Sisik. Kialakítása 2 féle lehet. Attól függően, hogy fiú vagy lánygyermek számára készül. A kisfiúknak szánt csövecske oldalán kerek, míg a lányokén hosszúkás lyuk található.
Mi most egy fából esztergált, leánynak való változatot látunk, aminek nyílását Róza Mambetova asszony vazelinnel keni be, majd utána kibéleli egy kis vattával. Régen a sisik a lyuk kifőzött lábszárcsontjából készült, ma már fából esztergálják ezeket. A honfoglaláskori ásatásokon szerencsés esetben ilyen csövecskékre is lelhetnek a régészek. A csövecske segít abban, hogy a vizelet nagy része az üvegbe gyűjjön, és így ne nedvesítse csípje a csecsemő bőrét. A gyermek nagy dologhoz szoktatásáról így mesélt kedves ismerősünk. A gyermeket naponta kétszer vagy háromszor mindig a megszokott időbe vesszük ki a bölcsőből. Ilyenkor az ülünkbe ültetjük, és a hüvelykújunkkal felülről, a másik két ujjunkkal pedig alulról nyomogatjuk a térdét. És közben az szavakkal nógatjuk a csecsemőt a nagy dologra, aki ezt nagyon hamar meg is tanulja. Este, altatás előtt ezt megismételjük. Az ilyen bölcsöknél nincsen szükség eldobható pelenkára. Miután minden a helyére került, és a gyermeket is lekötötték és betakarták, a bölcsőre fedőtakaró kerül. Ezzel is védve lakóját, nyáron a rovaroktól és napsütéstől, télen pedig a hidegtől. A nyári takaró vékony és hímzett, a téli pedig vastag és nemezből van. Jellemzően a takarókat szebbnél szebb minták borítják. Ormuk városában a közép-ázsiai pásztornépek múzeumának bejárata előtt asszonyok fogadnak bennünket. Zsírban sütött apró kenyerekkel, helyi nevén borszokkal kínálnak. A népszerű vendégváró falatkákat sóval és vajjal együtt szokás adni. Kérésünkre a múzeum dolgozói egy nagyon szép és fontos szertartást mutatnak be nekünk, a besiktojt, azaz a bölcsőbetevés ünnepét. A csecsemőket születésükkor sós vízben mosdatják meg, majd egy pólyába teszik. 40 nap elteltével kerülhet sor a bölcsőbetevés ünnepére. A munkatársak igyekeznek minden részletében hűen bemutatni ezt a hagyományt. Kedvünkért népviseletbe öltöznek. Az asszonyok jellegzetes kirgiz fejfedőt, elicseket, szörmével bélelt selyemszoknyát és fekete bőrcsizmát viselnek. Az ünnep bemutatásához a közeli faluból még egy házaspárt is meghívtak, akik 2-3 hónapos gyermeküket is elhozták magukkal. Egy közép-ázsiai sátorban a bal oldal a férfiak, a jobb oldal a nők területe. Majdnem középen, de inkább a jobb oldalon van a bölcső helye.
A sátor tele van szebbnél szebb kelmékkel, falitakarókkal, így a bölcsőtakarót is díszesre készítik. A múzeumban berendezett nemes sátor közepén látható egy hímzett fali szőnyeg, a tuskíz. Ezeken a szőnyegeken gyakori a 9 kerek minta. Minden egyes minta egy-egy hónapnak a gondolatait, érzéseit őrzi, amit az áldott állapotú asszony 9 hónap alatt ráhímzett. Filmünkben már szót ejtettünk a bölcsőtakarókról, kirgiz nevükön Besik Dzsabuzukról. A nyári bölcsőtakarót finom, értékes vászondarabokból állítják össze. Ezt nevezik Fulton Fold takarónak, angolul patchworknek, helyi nevén kuraknak. A nyári bölcsőtakaró selyemből és bársonyból is készülhet. Egész felületét rátétek és hímzések borítják be. A minták között gyakori a napot jelképező. Alakja követi a bölcső formáját, pontosan rá van szabva, hogy légy és bogár ne érhessen a csecsemőhöz. A bölcsőtakarókra egy tenyérnyi ablakot vágnak, hogy a hozzátartozók könnyen tudjanak bekukucskálni a csecsemőhöz. A kis ablakot egy zsinór segítségével lehet felhúzni, illetve leengedni. A téli változat csak annyiban tér el, hogy anyaga vastag nemez, ami nem csak a zajtól és a fénytől védi a gyermeket, hanem melegen is tartja. Téli takaró már csak múzeumokban látható, mert a pásztorok télen már nem a hegyekben, nemes sátrakban, hanem a falvakban élnek. A bölcsőtakaró célja a gyermek védelme. Szép példája ez az óvásnak, az akaratnak és a leleménynek. Aldi, 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 jaj, akpésikétset pálam. Az ünnep legfontosabb szereplője a bölcső anya, Besik Ene. A család által választott bölcső anya elmondja a jó kívánságait, együtt imádkozik velük a gyermek egészségéért. A család köszönetként egy nemes takarót, vagy egy pár hold alakú fülbevalót ajándékoz neki a szertartás végén. A gyermek egy éves korig marad a bölcsőben, vagy ameddig járni nem kezd. A mondókák és a bölcsődalok segítik a gyerek megnyugtatását. A szülők igyekeznek megvédeni a bölcső lakóját mindenféle bajtól, betegségtől. Ezért a bölcsőre, a gyermek feje fölé óvó, védő tárgyakat, talizmánokat helyeznek. A kazahok és kirgizek a fiúk párnája alá ostort, azaz kamcsikát vagy bicskát, a leány sapka tetejére bagolytollat tesznek. A bagoly neve ökű. A fiú csak akkor kap bagolytollat, ha az előtte született fiú meghalt. A fiút védő tumáron, egy zsinóron 2-3 üveggyöngy, illetve átfutt bokacsont lóg. A kislányokén vörös színű fagolyó és bagolytól található. A fési kégyet pöpöm, úzun bosszun ömürüm. A haláltól és a betegségektől mindenki fél. A bajok ellen a bagolytollakkal védekeznek. Ez a szokás rokonságban van a magyar kutyaharapást szőrivel mondásunkkal. Egy régi hagyomány szerint, mielőtt a csecsemőt első alkalommal beteszik a bölcsőbe, 4 fehér, kifőzött bokacsontot görgetnek a bölcső alján a vizeletgyűjtő edénybe. Ehhez hasonló szokás a bölcső 4 égtáj felé történő lekoccantása. A borókafenyő ágaival történő füstölés egy tisztító szertartás.
Ezt a folyamatot a levegő tisztítása és a fertőzés veszély csökkentése céljából naponta megismétlik. Ez egy áttört bokacsont és egy háromszög alakú, nagyon kicsi párna, benne egy rövid, egymondatos jó kívánsággal. Gyakran ez egy idézet a Koránból. Mi sokszor imádkozunk Isten anyánkhoz. Az ő neve kirgizül Umay Ene. Barnó Abaidullajeva, üzbég néprajzkutató egyik tanulmányában utalást tesz a 11. századból származó Mahmud al-Kaskari szótárára. Ebben a szerző megemlíti a besik és szumak szavakat. Az egyik a bölcsőt, a másik a húgyel vezető csövecskét jelenti. Ez a tény azért fontos, mert így bizonyítékunk van a tárgy 1000 éves múltjára. Egy másik, a 11. században élt tudós és orvos, név szerint Ibn Sina is említést tesz a bölcsőről, és a szumak nevű csövecskéről, valamint egy tuvak nevű cserépedényről. Emellett szól a bölcsőt lefedő, hímzett takaróról, aminek a neve Jobkics vagy Kavusz. Az általunk ismertetett bölcsőt Nyugat-Európában nem találtuk meg. Az egyik legismertebb magyar néprajzkutató, Csilléri Klára erről szóló tanulmányában sem szerepel ez a fajta bölcső. Kutatásainkat összegezve megállapítottuk, hogy a Közép-Ázsiában besik néven ismert hordozható bölcsőt, melynek lyuk található az alján. Esetleg mi magyarok is használhattuk, de erre utaló bizonyíték nem maradt fent a Kárpát-medencében. A Magyar Királyság területére beköltöző pásztornépek, besenyők, úzok, jászok és kunok szintén használhatták ilyen módon. Aszipa Dzsumabajeva asszonynak, kedves ismerősünknek köszönhetően több alkalommal is ellátogattunk a Kocskor városához közel fekvő Karaszú, Fekete Patak nevű faluba. Neki köszönhettük, hogy láthattuk, hogyan nevelik, altatják, ringatják, illetve etetik a bölcsőben tartott csecsemőket. A faluban megismerkedtünk Ajnagül Szargarova mesterasszonnyal, leányával és egyik unokájával. Szargarova asszony a nemezkészítés, pontosabban a sírdak készítés nagymestere. Nála figyelhettük meg a növényekkel való gyapjú festést is. Az asszony lánya a földön térdelve azt a nemezlapot készíti, ami majd a bölcsőben legalúra kerül. Thank you.
Ebben a közösségben még a gyermek a legnagyobb kincs. A fiú gyermeket általában jobban kényeztetik, mert ő erősíti a családot, feleséget, új erőt hoz a házba. Ақ пешікке жат бөбіп,